tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésen. Megállapítom, hogy 6 jelen vagyunk a 9-ből. Mindenki előtt ott van a napirendi pont. 3 napirendi pontunk van, szerintem szavazzunk róla. Hat igennel megszavaztuk, köszönöm szépen. Első napirendi pont a Völgy utca csapadékvíz elvezetése megismételt című közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról. Mint tudjátok, hogy ezt már tavaly kiírtuk, de igazából nem jött olyan jelentkező az első kiírásra, ami elfogadható lett volna. Ezért másodszor is kiírtuk a közbeszerzést. Itt 8-an jelentkeztek rá, és 5 olyan ajánlat jött, ami érvényesnek számított. És úgy tűnik, hogy e között van olyan, amelyik most már összegben is elfogadható. Attila, kérdezem, hogy szeretnéd valamivel kiegészíteni az előterjesztést? Tehát, vagy egyszerűen csak az, ami az előterjesztésben van, arról kell szavazzunk, ugye? Nem. Jó, jó, jó. Jó, akkor kérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétele ezzel a Kovács Ferenc parancsolja. Köszönöm szépen. Én azt szeretném a Attilától kérdezni, hogy ismerjük-e ezt a céget, tehát volt-e már vele dolga a Pátyi önkormányzatnak, vagy ez most lesz először, illetve ugye ez egy elég jó ajánlat a többihez képest, mindenféleképpen, szinte túl jó a többihez képest, hiszen majdnem 50 millió forinttal több a következő ajánlattevőnek az ajánlata, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk nem fér bele ebbe a keretbe, mert látom, hogy itt van azért egy tartalékkeret is, de mondjuk tegyük föl, milyen lehetőségei vannak utólag esetleg az önkormányzat felé pótmunkát benyújtani, vagy erre vonatkozó igény, tehát hogy ne szaladjanak el a költségek, erre mi a biztosíték, ezt szeretném tőled megkérdezni, köszönöm. Az első kérdésre válaszolva, közbeszerzési eljáráson ajánlatot nem nyújtott még be ez a cég. Az, hogy egyébként van-e bármilyen más szerződéses kapcsolatban az önkormányzattal, arról nekem nincsen információm. Az összeg az valóban alacsonyabb, ezért is került megismétlésre a közbeszerzési eljárás. Nem érkezett az első eljárás során olyan ajánlat, ami akárcsak megközelítette volna a fedezetet. Egyébként a közbeszerzési eljárás tekintetében a rendelkezésre álló fedezet az egy tervezői költségbecslés alapján került megállapításra. Tehát emögött van egy tervezői költségbecslés. Nyilvánvalóan, ugye mindenki ismeri az építőipari helyzetet, hogy mennyire elszálltak az árak mostanában, tehát valószínűleg ez állt a hátterében annak, hogy ilyen magas árak jöttek. Szerencsére itt a megismételt eljárásban jött egy olyan ajánlattevő, aki visszaigazolta azt, hogy a tervezői költségbecslésben szereplő összeg az piacilag megvalósítható, és tudott ilyen ajánlatot tenni. Az ár, az ajánlati ár, amit az ajánlattevők megajánlottak, az egy összegű átalányár. Tehát ez azt jelenti, hogy emögött van egy árazott költségvetés, tehát minden egyes tervező által előírt költségtételt beárazott a nyertes ajánlattevő. A végén van egy átalányár, és ő ezért az összegért köteles ezt a műszaki tartalmat megvalósítani. Ez szerepel a szerződésben is, közbeszerzési dokumentumokban is sok helyen, hogy csak abban az esetben lehet ezt az összeget módosítani, méghozzá maximum a tartalékkeret terhéig, hogyha a tervekhez képest eltérés tapasztalható. Tehát semmilyen indokkal nem kérhet áremelést, tehát nem növelheti a vállalkozói díját a nyertes ajánlattevő, csak abban az esetben, hogyha kiderül, hogy valamilyen feltárás történik, vagy konkrétan kimennek, látják, hogy a tervező hibásan határozott meg valamilyen mennyiséget, folyóméterben, négyzetméterben, területet, bármilyen felhasználandó anyagnak a mennyiségét, akkor abban az esetben lehet korrigálni az összegeket, de csak azzal az egységárral, ami a nyertes ajánlatban szerepelt, és maximum a tartalék keretterhéig.
Tehát a szerződésben az szerepel, hogy csak olyan tétel tekintetében lehet felhasználni a tartalékkeretet, ami beárazásra került már az árazott költségvetésben, tehát a nyertes ajánlatban. Elkerülendő azt, hogy olyan tételeket vonjunk be, amire nincsen ára, tehát nem adott árat versenyhelyzetben az ajánlattevő, tehát adott esetben mondjuk nyertes közbeszerzés után találhatnak ki bármilyen tételre egyedi árat. Ezek mind fixálva vannak, ezeket benyújtotta az ajánlata során. Úgyhogy elég világosan le vannak fektetve a szerződés tervezetben a tartalékkeret felhasználásának is a szabályai. Nincs igazából arra lehetősége a vállalkozónak, hogy ezen az összegen emeljen, és nem csak azért, mert mondjuk az önkormányzat, tehát hogy ha beterjesztene egy ilyen kérelmet, az önkormányzatnak lehetősége sem lenne arra, hogy ezt elfogadja, a közbeszerzési törvény világos. Volt a versenyhelyzet, ez alapján kihoztuk őket nyertesnek. Ezután, hogyha lehetőség lenne az ajánlat a szerződéses árnak, a vállalkozói díjnak a növelésére, akkor lehet, hogy ilyen másképp alakult volna a közbeszerzési eljárásnak is a menete, úgyhogy ez szigorúan tiltja a törvényt. Tehát csak a tartalékkeret terhére és csak 5%-ig lehet elszámolni, csak olyan tételt, amit már beárasztak. Itt végigolvastam ezt a szerződést tervezetet, és nem látom benne, hogy szokás egy ilyet csinálni, hogy egy visszatartás, a jó teljesítési visszatartást, hogy most lehet, hogy elkerült a figyelmet, de nem találtam ilyet, hogy ezt javaslom, ezt beletenni egy 5% visszatartást, ami kiderül, hogy tényleg jó a teljesítés. Megismételt közbeszerzési eljárásban nem került előírásra, az elsőben benne volt. És azt követően, hogy ilyen magas ajánlati árak érkeztek, a polgármester úrral közösen gondolkoztunk azon, hogy mik lennének azok a feltételek, amikkel könnyíthetnénk a közbeszerzési eljárás feltételrendszerén, és ezáltal alacsonyabb árakat kaphatnánk. És így lett, hogy meghosszabbítva a teljesítési határidő, illetőleg a teljesítési biztosíték is így került ki belőle, de most meg kell néznem, mert én úgy emlékszem, hogy nem került ki teljesen, hanem 5%-ról levittük 2,5%-ra. Ez gyakorlatilag nem, formailag nem visszatartás, ez a 9.14-es pont, illetőleg 9.11-től 9.14-es pontig, ezt úgy hívják, hogy teljesítési biztosíték, ez formailag nem visszatartás, gyakorlatilag mégis. Ez azt jelenti, hogy egészen addig, amíg az átadás átvétel meg nem történik, a szerződés teljesítése során folyamatosan egy megadott pénzösszeget, a teljesítési biztosítékot kell az ajánlatkérő, tehát az önkormányzat rendelkezésére bocsátani a nyertes ajánlattevőnek, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor ködbérigénye keletkezik az önkormányzatnak, akkor ez az összeg ott áll rendelkezésre, hogy ebből tudja kielégíteni a ködbérigényét az önkormányzat. Tehát ez nem a teljesítést követően kell rendelkezésre bocsássa a nyertes ajánlattevő, hanem a teljesítés során. És akkor fogja visszakapni ezt az összeget, hogyha az önkormányzat leigazolja, hogy a teljesítés az a szerződésnek és a műszaki előírásnak megfelelően történt. A visszatartás az ugye abban más, hogy amikor az önkormányzat leigazolja, hogy rendben volt a teljesítés, akkor azt követően a garanciális időszakban van egy visszatartott összeg, hogyha bármilyen probléma történne, a jótállási időszakon belül bármilyen igényel lépne fel az önkormányzat, akkor abból tudja kielégíteni. Ilyen itt nem került előírásra. Következő közbeszerzési eljárás során természetesen ez újra nyitott kérdés marad. Tehát, viszont ezt nem lehet most belerakni a szerződésbe. Tehát ezt csak akkor lehet világosan előírni az ajánlattevők számára, amikor az eljárás megindító felhívás feltételrendszerét kidolgozzuk, tehát az eljárás megindítása előtt, mert ez úgy ajánlati árat befolyásoló körülmény, tehát ezt tudniuk kell az ajánlattevőknek, hogy ezzel kell kalkulálniuk, vagy nem. Van-e még kérdés?
Egyébként megnyugtatásul annyit szeretném mondani, hogy utána néztünk azért ennek a cégnek, és mindenhonnan csak jókat mondtak, ahol már referenciával rendelkeztek. Úgyhogy reméljük, hogy itt is jó munkát végeznek. Jó, ha nincs több kérdés, akkor van egy határozati javaslatunk. Ugye csak egy van, ha jól emlékszem. Igen. Akkor aki egyetért ezzel a határozati javaslattal, kérem. Hat igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. A kettes napirendi pontunk Pátyon a 1070/8-as, a 71/5-ös és a 74/5-ös helyrejé számú ingatlanok kisajátításához, illetve megvásárlásához fedezett biztosítása. Ez a Dobogó utca, Dobogó utcán van több ingatlan, ahol meg tudtunk egyezni a tulajdonosokkal, az útra lévő ingatlan részt leadták. Van néhány, aki ezt nem tette meg, és ott elindítottuk a kisajátítási eljárást, és ahhoz szükségeltetik valamennyi pénz. Itt most két határozati javaslat van, úgyhogy erről majd külön fogunk szavazni, ha meghallgattuk, hogy ki az, aki esetleg kérdez, vagy javasol ebbe. Nincs? Jó, akkor először az egyes határozati javaslatról szavazzunk. Hat igennel elfogadtuk, köszönöm szépen, és akkor a második határozati javaslat, ahol alakult egy előkészítő társaság, egy csatornarendszert előkészítő társaság, és ehhez szüksége, ők a tervet megcsináltatták, és az ehhez szükséges engedély, illetve ahhoz szükséges összeg biztosításáról döntünk akkor. Akkor ebbe is szavazzunk. Hát igen, nem megszavaztuk, köszönöm szépen. És akkor a harmadik napirendi pontunk a házi gyermekorvosi feladatellátási szerződés módosítása. Ezt már itt előbb elkezdtem ecsetelni, hogy decemberig, amikor megkötöttük a szerződést a doktornővel, akkor kicsit más feltételek voltak. Januártól viszont változott a NEAK hozzájárulása, a fix hozzájárulása, havonkénti fix hozzájárulása, és ezért kell most ezt módosítsuk többek között egyrészt, másrészt meg bizonyos műszerek megvásárlásához, ami természetesen önkormányzati tulajdonban marad, ahhoz biztosítunk még 1 millió forintot. És akkor akkor Saroltat tett fel a kérdéset, és utána a jegyző úr majd válaszol, hogy milyen. Nekem csak az lenne a kérdésem, csak egy kiegészítés, itt a finanszírozást azt most már így értem, hogy miért volt rá szükség, de én úgy emlékszem, hogy a költségvetésben volt még itt az Árpád utca 14, ugye új rendelő és a eszközeinek a kiegészítésére, illetve a klímaberendezésekre külön sorban szavaztunk meg összeget, hogy ez az eszközbeszerzéshez szükséges többlet, ami a költségvetés tartalékából került, tehát ezt gondolom, hogy pluszban kért valamit a doktornő, tehát ez mit jelent, vagy mit tartalmaz? Jó, jegyző úr mindjárt mondja. De egész egyszerűen annyi történt berendezések ügyében, tehát maradnék szigorúan a tárgynál, hogy volt néhány berendezése a doktornőnek, de aztán ugye semmi olyasmit nem kért, ami egyébként bármelyik más gyerekorvosi rendelőben megvan. Ezek a kettőre emlékszem, de négyet kért összesen. Ez egy ilyen mini labor, amikor is azonnal meg tudják nézni, hogy a gyereket
tudják itt helyben kezelni, el kell küldeni. Tehát pontosan nem tudok ebben a kérdésben elmélyedni, illetve egy EKG berendezést kért, és kettő másik néhány százezer forintos értékű gépet, ami egyébként mondom minden egyes rendelőben megvan. Először felvetette, hogy mi a családi kapcsolatai révén, de aztán én ezt mondtam neki, hogy ezt nem, tehát ez az önkormányzat rendelője, és éppen ezért ugye az önkormányzatnak kell beletenni. Hát nem beszélek arról, hogy a cél az ugye, hogy magát a praxist, magát a körzetet talpra kell állítani, hiszen ebben 84 kártya volt. Hogy miért van ez a nagy eltolódás, ezt nem tudom. A legutolsó információim szerint a közel másfél hónapos működés alatt egy olyan 100-al emelkedett már a Jóistennek. Július 1-ig tart ennek a szerződésnek a hatája, és július 1 előtt, tehát június hónapban újra fogjuk tárgyalni, attól függ, hogy hogyan áll a körzet, tehát a finanszírozásba, hogyan kell belenyúlni. Nem lesz egyszerű, akkor sem, és most sem ez. Jó, van-e még kérdés? Nincs. Akkor van a határozati javaslatunk. Aki egyetért vele, kérem, nyomja az igent. Hat igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. És akkor ezzel a mai rendkívüli testületi ülést bezárom.